Ilyás Gyula lesz a ma délelőtti énekes vendégünk, és hát van is egy hír vele kapcsolatban, ami nem tudom, hogy mennyire szomorú vagy nem szomorú, hogy balesetért, és figyelj, nekem a legelső gondolatom az volt, mikor kiszálltál az autóba, van az a szám, hogy jó vagy jó? Igen. Jó, úgy szálltál ki, nem? Jó vagy jó? Nagyon jó. Hát persze, hát ez a jól vagyok, ez nagyon jó arra, hogy ha már nem vagy jól, akkor legalább 50-szer énekeled a dalba, hogy jól vagy. De ma más dalokat hoztam, egy kicsit aktuálisabbakat, ugye ez egy régi dalom. Egyébként semmi, karamboloztam valakivel, és az egésznek az a aranyos vége lett, hogy kiderült, hogy a hölgynek a lánya nagyon szerette a Jól vagyokot például, és azonnal mondta, hogy csinálj egy szelfit az Éliással, és hát nagyon rendesek voltak, mert nem én voltam a hibás, elismerték a kárt, és hát kaptam betétlapot, és a poén az egészben az, hogy az első, hát nem az első, de volt már ilyen eset, de ez annyira egy teljesen klasszikus, triviális eset, és ezt most nem hiszik el a biztosítóban, nem hiszik el tőlem, hogy ez valóságos, és ezért visszatartják az egész szituációt, és gyakorlatilag 3 hete áll az autóm, és egy ilyen csereautóval, egy ürömi szerviz intézi az ügymenetet, és egy csereautóval járok, ami körülbelül majdnem akkor, hogy egy kis polszki vagyok, annál gyorsabban megy, hogy egy kicsit aranyos a helyzet. Türelemre tanít a helyzet. Nem fér be a gitár. Hát nem nagyon fér be, igen. Azt már pótkocsival kell utána vinni. Igen, ide is most úgy a Gyuszi bácsi hozott minket, a kedves kis Gyula bácsi. De ez hogy lehet? Hát gondolom voltak rendőrök, vagy hogy állhat fenn ilyen helyzet? Hát rendőrintézkedés nem volt. Igazából úgyhogy megegyeztünk, hát egyértelmű volt a szituáció. De akkor is, ebben én is ilyenek voltam már sajnos részese, hogy ez valahogy hónapokig, tehát hogy... Igen, de érthetetlen, mert már egyszer az ügy, szóval ettől függetlenül nagyon jó vagyok. Őszi igen, szezonom, jó, hogy... így van. Az őszi szezonom nagyon jól indul, hála Jósnak, a nyár is fantasztikus volt, majd készülök is csinálni egy ilyen nyár legszebb pillanatai montást, videót, mert nagyon sok turné volt, és ott ősszel lesz egy nagy fesztivál, október 13-án, az Electro Deluxe, ilyen funky zenekar, világsztár funky zenekar, olyasmi, mint a Diffez, egy kicsit ilyen underground vonalból, az ő előzenekaruk leszek, és oda mindenkit várunk szeretettel, és hát október 28-tól pedig indul a klub szezon, az ország egyik legszebb klubjában, ahol mindig szoktam játszani, megtalálható vagyok a Barry White testekkel, meg a saját dalaimmal egyaránt, úgyhogy oda is várok mindenkit továbbra is szeretettel. Nagyon jó szerencséd volt egyébként a nyáron, nem csak neked, hanem tehát egy nagyon jó idő volt, nem? Tehát, hogy ilyen nagyon sokat lehetett kint lenni, és nem nagyon kellett elmaradni koncert nekem. Igen, a nyár az egy olyan speciális eset, hogy ugye benne van a pakliban az, hogyha olyan rossz az idő, akkor elmarad, vagy mit tudom én, ha nagyon-nagyon magas a pollen koncentráció, akkor nem tudsz úgy énekelni. Most tényleg? Hát igen, de kérdezzétek el, mióta leszoktam a cigiről 2 éve, ez is javult. Sőt, a sport, ugye, amiről már annyit beszéltem. De ezt én mondjuk a nézőtéren észrevehettem, hogy neked a pollen miatt a hangod nem olyan, mint... Hát akkor inkább csak Barry White számokat énekelek akkor. De ezt nem is gondoltam volna, hogy ilyen is hatással tud lenni. Hát én akkor ezért kezdtem el Barry White-dalokat énekelni, mert... A pollen miatt? A pollenek beszálltak a levegő, tehát allergiások a pollenekre nagyon, ugye, ki nem egyébként, és akkor nagyon nehéz magas énekelni, meg így megvastagodik a hangom, és akkor mégis előnyömre egyébként, és akkor így Barry White dalokat nagyon-nagyon könnyedén tudok énekelni, nagyon jó mélyre tudok velem amúgy menni, tehát egy kicsit lemélyíti a hangomat az egész, és akkor a cigarettázás az egy kicsit azért úgy rá katalizált, ha úgy mondjuk, vagy mondhatjuk így. Na és mi van akkor, mert hogyha jól tudom, akkor a baleset után is közvetlenül koncertre mentél? Ja, igen, hát kérdezzetek el, akkor milyen a hangom? Nem tudom, szabad-e mondani, a Fortuna stúdióba mentem. A Szerencse Szombat, ez egy ilyen tévéműsornak a forgatására, és nagyon nagy örömmel mentem oda, tehát nagy hévvel mentem oda. Úgyhogy megkaptam egy Gellert is oldalról. Ilyenkor az a vicces egészben, hogy például nem tudom mi volt az nap, de egy másik zenekar, aki utánunk jött, az is durdefektet kapott a stúdióba menet. Tehát, hogy valami érdekes. Valami energiát. Akkor ez a defortum, de nem a fortum. De a hangod rendben volt? Tehát ugyanaz. A hangod abszolút rendben volt, tehát nem is, tehát hogy mondjam, leülsz a zongorához, akkor az a show must go on alapon megy tovább
a benned ez a verpő, csinálni kell, de aztán utána, amikor lemegy a stressz, akkor így elájulsz. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a lélek jelenlét nagyon fontos, és a művészeknél meg különösen fontos, hogy az adrenalin megoldja ezt. Most minden a stúdióból nem engedünk ki. Meg hoztad a lelkedet, remélem is egész délután a lelkedet átadódik. Tabuk nélkül. Jól van. Varázsolunk szebbé. Köszönjük, hogy itt voltál, és itt